Mi utasok egy? És innentől kezdve ritka, hogy a szerkesztőnek egyáltalán vágni kell az anyagon, mert a Liu testvérek humorukkal és rendre bakik nélkül mindig elviszik a sót. Megborotválkoztam úgy, hogy egy kicsit felvágták a számnál, remélem észrevettétek. Egy kérdésem van, hogy rólam miért jobb képet vágtatok be, mint Áldóról? Bízunk benne, hogy a fiúk a hamarosan kezdődő februári pekingi téli olimpián is a középpontban lesznek, most viszont egy különleges, az ötkarikás játékokhoz is Kínához kapcsolódó 10 plusz 1 kérdésből álló kvízjátékkal készültünk. Nézzük, hogyan teljesített Sanyi és Áldó. Ki fejezte be a váltót? Én. Mennyi volt a győztes idő, arra még emlékeztek? Olimpiai rekord lett. Az biztos. 6-29. Nagyon közel volt a világcsúcshoz is. Emlékszem, 6-29-5? Nem. 6-31. Az úgy nagyon jó. Igen? Az 6-31-971. Na, mit mondtál először a tesódnak? Mindkettőtökös szól a kérdés. Nem is tudom, csak beleorítottam az arcába. Nem mondtunk semmit, ordibáltunk. Oda ment és azt mondta, hogy Nem beszéltünk. Mindenki ordibálta, igen, úgyhogy igazából szerintem az első normális megszólalás az az öltözőben volt. Igen. Kitől kaptátok az első üzenetet, amíg emlékeztek rá persze? Az a gond, hogy szerintem egyszerre jött mindegyik, és felrobbant a telefon. És nehéz volt koordinálni. Azóta azért már eltelt most már 4 év lassan. Szerinted Sanyi, hányan követik azóta Áldót az Instagramon? 36 ezeren. A 6-os az jó, csak? 46 ezeren. 46. És ugyanez a kérdés vissza, hogy Sanyit? 66? 63? Közel 64. 64. Az is jó. Kinek mi a kedvenc kínai étele? És miért? Kung Pao csirke. Nekem a tofu. Nem, ugye a peking kacsa az nagyon finom, hogyha egyszer van lehetőségetek, akkor kóstoljátok. Én tofut minden formájában megeszek. Mondjatok fejenként két-két, de ne ugyanazt kínai témájú filmet, színészt, mesét, bármit. Akkor kezdem én Jackie Chan, Jet Li. Bruce Lee és Chou Sing Che. És mondjuk a filmet kéne mondani? Halálos iramban. Ez nem kínai. Csúcsformában. De van benne kínai színész. Csúcsformában. Józabb ezek ilyen amerikai filmek. Hát igazából, mit tudom én, a sárkánycsók, ez biztos, hogy van. Smoking. Ja. Nem, hát azért, hogy Jackie Chan filmeket a kiskorunkban számtalan mennyiségben néztük. És Jackie Channek az ilyen, tudom, amikor még nem Amerikában csinálta a filmeket, azokat néztük, úgyhogy olyas meg Jackie Chan rajongók vagyunk. Ha kínaiul kellene biztatni a testvéredet, akkor mit mondanál és hogyan hangozna? Azt mondja neki, hogy csájó. Az a színi hajra. Áldó, szerinted Sanyinak hány hajszíne és hajviselete volt az olimpia óta? Hát a hajszíne, az egy. Most ez a szőke melír. Az, hogy hány hajviselete volt az olimpia óta, azt nehéz megsatszolni, szerintem ilyen 4 és 6 között. 4 és 4 és fél. Sanyi, Áldónak az Instára feltöltött utolsó képén, amin ő szerepel, hol van és mit tart a kezében? Belájkoltam, az biztos, muszáj lájkokat küldeni. Hol vagy? Én sem emlékszem az utolsó posztomra. Még tavaly készült. Tavaly készült. Nyilván, hogy tavaly készült. Idén nem posztoltam még. Ja, tényleg. Azt tavaly azt hittem, hogy akkor tavaly. Úristen. Szerintem mondd azt, hogy telefont, mert nyilván annak kell lennie. Fogalmam sincs, nem telefon van a közöttől biztos. De telefon és a helyszín? Telefon. Szerintem Tenerife. Tenerife. Akkor igen, ezt megfejtettük. Nem emlékszem. Plusz kérdés, ez mind a kettőtöktől jöhet egy válasz. Mi az, amit vakon tetováltatnál a tesódra? Tehát bemennétek egy tetováló szalomba, nem tud róla, de akkor is eltudom. Én már csináltam ilyet. Nem velem. Nem vele, hogy én kitalálok neki egy tetoválást. Igen, és ő azt nem tudja, azt és majd csak tudja. Akkor látja meg, amikor elkészül. Aha, és azt is én választom meg, hogy abszolút. Hol? Abszolút. Én szerintem egy kardot. Egy kardot. És azt hova? Hát nem tudom. Hol lehet rád még tetoválni? A combodra. Én a füledre nyomnék. Nem szeretnék a fülemmel. Nekem is van a fülemmel, úgyhogy gondolom. Azért nem szeretnék el? Ilyen mintát. Mert nekem ugye van benne egy két darab csík a fülemen, neki egy virágot. Búcsúzóul a fiúk egy rövid üzenetet is küldtek a szurkolóknak, ráadásul nem is akármilyen módon. Fradi, tjájó. Azt mondjuk, hogy van műsor, jó siundi, Fradi, tjájó. És ebbe a kovára. Visszaszámoltok? Lehet. De úgyhogy 1-2-3. 2-1.
我们是刘兄弟，Freddy，加油！